Három jubileumot is ünnepelhettek azok, akik úgy döntöttek, hogy kosarazással töltik a szombatjukat. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége idén ünnepli 80. születésnapját, a játék utcai változata 30 éve kezdte el hódítását hazánkban, és 15 éve rendezték meg Nyíregyházán az első streetball tornát. A legutóbbi rendezvény főszervezője Kucsera József már ott volt a kezdeteknél is. Ez egy szép történet, mert 30 évvel ezelőtt a Városligetbe közel 10 000 ember előtt csináltunk egy rendezvényt, amire azt hittük, hogy na hát ebből lesz egy vagy kettő. Most odáig jutottunk el, hogy most már több mint 100 ilyen rendezvényünk volt az országban. Vannak kiemelt helyeink, többek között Nyíregyháza, akik ebbe a franchise rendszerbe beléptek, és még Sitku Ernő jóvoltából is ezt tudtuk tartani, és most már 15. éve jövünk ide is, hogy lassan itt is egy ilyen nagyon komoly jubileumot fogunk ülni. Én szerintem ez becsülendő, ez a 15 év, és az, hogy a mai napig népszerű a dolog. Biztos vannak olyanok, akik 15 évvel ezelőtt még gyerekként vettek ebben részt, és most már szülőként vannak itt, és ugyanezt elmondhatjuk a 30 éves pályafutásunkra is. A nyíregyházi torna szervezésében szerepet vállalt a megyei szövetség is. Már harmadik éve támogatja a megyei szövetség, megyei kosárlabda szövetség részéről a streetballt, és én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy eredmény a tavalyi évben, és a vidéki helyszínek közül a legtöbb csapat Nyíregyházán volt. Ha az, hogy mi egy kicsit anyagilag támogatjuk, és ezzel még népszerűbb lesz a kosárlabda, én gondolom, ez részünkre nagyon elfogadható, és nagyon örülünk, és mindig fontos az, hogy egyébben egyszer a Kossuth teret mi kapjuk meg kosarasok, ahol játszhatunk és jól érezhetjük magunkat. Idén Nyíregyháza mellett Kőbánya, Oroszlány, Körmend, Veszprém és Paksa helyszín, majd a hagyományokhoz híven Budapesten zárul a sorozat. Zárórendezvény szeptember 17, ez a Magyar Kosárlabdás napja most már 6. éve, és a Hősök terén van. Én azt gondolom, azok a gyerekek, meg idősebbek is, akik itt nyernek, és följöhetnek oda a döntőt játszani, az önmagában egy kuriózum, hogy valaki a Hősök terén, a szobrok között tud fotózkodni, játszani, élvezni a napot. Tehát ez a rendezvény, és ott a Magyar Kosárlabda Szövetség 80 éve miatt lesz egy évben más rendezvények. Ott a valaha volt válogatott játékosokat mind meghívjuk. Tehát aki hallja ezt a riportot és volt magyar válogatott, azokat szeretettel látjuk, vendégül is látjuk, és hát ezeknek lesz ott kiemelt műsor. Nyíregyházán 9 korosztályban nevezhettek a csapatok, amelyek közül a győztesek jutottak be a budapesti döntőbe.